Mondom a lopat. Mert miért nem? Ha mit csinál? Hopp, hopp, várj egy picit! Hoho! Jó van. Reggeliztem, meg kiganéztem George-ot. Meg kivittem a zsárgát. Jó, akkor ezután viszed ki? Igen. Ahogy megbeszéltük. Lemosni, lesét a haza. De én adtam neked egy másik feladatot, nem tudom, miért nem azt csináljuk. Ezt nem is értem. Miért mást? Nem hiszem megenni egy szendvicset. Tessék? Nem hiszem megenni egy szendvicset, ezt nem... De én nem... Figyelj, lelovagoltam egy lottot. Na mindegy. Mást adtam ki. Na mindegy. Nem értek. Nem tudok mit mondani. Na. Ballagunk, jó? Ballagunk. Itt van gyönyörűséges kicsi túr előttem, én ülök jó magam Tama hátán, és megyünk kettőt, trappolunk, és a kis homokon meglátjuk, mit megyünk, még nem tudom. Ilyen élénkebbet szerintem, majd látjuk, hogyan adja, mi hogyan adja magát. Kis túr direkt állítom ére, vagy szokja. Hoppá, és itt van Pintér barátom, Pintér Miki. Ugye Buffalo Bills megdöntötte, de ő szerénykedik örökké. Szia Mikikém! Ő szerénykedik mindig, egy fantasztikus jó ember, én szerintem. Most egyenlőre szígyártó dolgokkal foglalkozik, veszternyergek, egyebek. Oda hordjuk mi is a bőrcuccainkat, amit varatni kell. Nagyon intelligens, nagyon korrekt mindenbe. Segítőkész, van saját lova is, jár ilyen távlovaglásokra, western stílusba, bla bla bla. Ő ugrólovas is volt, tehát ő minden volt, minden volt. Kaszkadőr is, filmekben is még szerepelget, eljárogat. Tehát ilyen univerzális ember, mondhatnám ezt. Úgyhogy büszkék vagyunk, hogy Pintér Miki, nem hogy az ismerősem, hanem mondhatom, hogy a barátom. Nagyon sok jó dolgokra elbeszélgetek vele mindig. Akkor felkerülök, egy finom kávét főz nekem, és elbeszélgetünk, nosztalgiázunk, vagy akár a jelenkorról is. Van mindig témánk. Na, úgyhogy Mikikém, minden is sok jó egészséget neked, és mindenből a legjobbat. Puszillak, baráti. Puszi volt ez, így van. Na, kicsit úr előttem Katával, én jó magam Tamikán. Mindjárt indulunk trappot, az ajdemo. Haza jövünk, lemossuk őket, többiek szorgos voltnak istálóba. Féltüzünk. Ajde.